Az előterjesztés nem bennünket, jobbikos képviselőket hoz nehéz helyzetbe, a mi véleményünk nagyjából az eddigiekből is kiderült. Én úgy érzem, hogy a kormánypárti képviselők vannak igen cudar helyzetben jelen pillanatban. Tehát a saját szájukból elhangzik és közismerté válik az, hogy hát itt bizony ezen vásárlás részletei, legalábbis részleteinek egy része titkos, különböző piaci folyamatok által indokolva, adott esetben, hogy kedvezőbb vételárat érjenek el, stb. Titkos, nem megismerhető, vagy a titokszobában látható. Mindemellett pedig szemben áll és feszül ezzel egy nagyon súlyos tény, amit ugye bizottsági szinten is kifejtettünk erre, és kétféle választ kaptunk, részben egymásnak ellentmondó válaszokat. Mi szerint, hát itt ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egy 875 millió eurós keretösszeggel dolgozhat, ezen megbízási összeggel dolgozhat, viszont az érintett cégek, megvásárolni szándékozott cégek esetében, az E.ON Földgáz Trade és az E.ON Storage esetében 40 és 300 milliós értékbecslés áll rendelkezésre. Tehát nagyságrendileg különböznek ezek az összegek. Itt hallhattuk azt, hogy igen, vannak titkos záradékai részletei ennek a megállapodásnak, vannak egyéb csatolt és kapcsolt állományok, amelyeknek az értéke gyarapíthatja ezt az ösztömeget, de addig is, amíg nem tisztázódnak ezek a részletek, én azt nem értem és nem is fogadom el, hogy tőlünk miért várják, hogy elfogadjuk a Bianco csekk aláírását, de a saját maguk helyében, hát azért gondolják már végig, tehát mond az előterjesztőjük meg a kormányuk valamit önöknek, legalább ellenőrizzék az adatokat, hát legalább ismerjék meg azokat a részleteket, amiket meg akarnak szavazni, és szavaztatni másokkal. Nyilvánvaló, hogy mi egy ilyen feltűnő aránytalansággal ellátott ügyletet nem fogunk tudni támogatni, még akkor is, hogyha az alapfilozófia, az alapkoncepció, és ezt Babák képviselő úrnak mondom, hogy ezt jó magam mondtam el, de ne vádolja vele Nyikos László elnök urat, valóban a stratégiai ágazatok visszavásárlását, alapfilozófiáját támogatjuk, minden esetben támogatjuk. Ennek kapcsán hívtam és hívom fel a figyelmet arra is, hogy vannak bizony olyan piaci szegmensek, ahol még könnyebben lehetne elbánni, csak budapesti viszonylatban maradva, mondjuk a csatornázási vagy közvilágítási művek esetében, ott bizony 50-75%-os tulajdonrészsel külföldi illetékességű hátterű cég szerepel tulajdonosként, itt is meg lehetne tenni azokat a lépéseket, talán egy kicsit könnyebben is, hogy vissza lehessen szerezni stratégiai cégeket magyar kézbe, de az tökéletesen elfogadhatatlan, hogy titkos, vagy titkosított, vagy titokszobában megismerhető információkra hivatkozva próbálják elfogadtatni azt az előterjesztést, ami előttünk van. De ez csak az előétel, Babák képviselő úr. Az egész, amiről beszéltünk, csak az előétel. A főfogás ugyanis abban a módosító indítványban rejlik, amit önök megpróbáltak elég érdekes módon az utolsó pillanatban bepasszírozni, és amiről majd képviselőtársaim részletesen is szólnak. De a kettő valahogy nem passzol egymáshoz, és ezt önöknek is látniuk kell, szerintem látják is. Nagyon örülök viszont annak, hogy itt azért szakmai része is volt a felvezetésnek, ahol szóba került rezsicsökkentés, szóba kerültek költségvetési tételek, és pár gondolatot ennek kapcsán engedjenek meg. Aminek legjobban örülök, az az, hogy a kormányzó párt képviselője belátja, amit egyébként én is belátok, tehát ebben tökéletes az egyetértés közöttünk, hogy közszolgáltató cégek esetében nem szabad, vagy legalábbis nem szerencsés profitot érvényesíteni, nem csak válságidőszakban, azon kívül is teljesen értelmetlen engedni azon extra profit felhalmozódását, amit jellemzően adófizetés nélkül szivattyúznak ki az országból, mondjuk az informatikai rendszer bérlése, vagy know-how vásárlásának a vádjával, itt a vád idézőjelben értendő, de az biztos, hogy nyereségadót nem fizetnek a kivitt összegek után. Nagyon örülök ennek a felismerésnek, mert ugye az is szóba került, hogy a szocialista kormányok napok alatt árusították ki a gáz- és áramszolgáltatók többségét. Ez való igaz, ez így van, ráadásul az akkori évi össztermék mindössze 9%-ának megfelelő összegén 485 milliárdról volt szó. A helyzet viszont az, hogy az első Orbán kormány sajnálatos módon ugye a korábban a Hornék által megajánlott 8%-os eszközarányos garantált profitot nem szüntette meg, hanem csak 6%-ra csökkentette. Tehát az első Orbán kormányhoz képest úgy látszik, hogy némi nemű evolúció azért felfedezhető, és ennek nagyon örülök, gratulálok, az beszéljék meg házon belül, hogy az első Orbán kormánynak hogy sikerült azt a merényletet elkövetnie, hogy továbbra is garantált profittal bombázta ezeket a cégeket a magyar lakosság kárára. Ha ezt meg tudják magyarázni, akkor boldogan megyünk haza, de sajnos attól tartok, nem leszünk boldogok. Nagyon örülök annak, hogy most már felismerték ennyi idő alatt, hogy nem szabad profitot érvényesíteni ezen ágazaton belül, akkor viszont nem marad más hátra, mint óriási, nagyon kemény állami felügyelet alá, vagy állami tulajdonba vonni ezeket a cégeket. Itt amiről nekünk vitatkozni kéne, az ennek a menete, a lehetséges forgatókönyvei, a bevonandó forrástömeg.
Az, hogy mennyit szánunk rá és milyen időtávban szánunk rá, de a stratégiai vállalatok visszaszerzése halaszthatatlan lenne, és halaszthatatlan kell, hogy legyen. Még egyszer mondom, aminek nagyon örülök, hogy ez a felismerés végre kormánypárti képviselők részéről megszületett, mi ezt számon is fogjuk kérni egyébként a jövőben. Ha nem valósul, mint ahogy az önök rezsistop ígérete sem teljesült be, ugye azt ígérték, hogy teljes mértékű rezsistop lesz, ehhez képest 4,4 és 8% közötti emelkedés következett be szinte minden díjtétel esetében, és önök voltak azok, akik az áfa 25-ről 27%-ra történő emelésével lényegében a távhőn kívül mindenfajta rezsitételt emeltek, pusztán azzal, hogy ez az áfa tartalom beépült, miközben rezsistopról beszéltek és álmodoztak. Azért örülök ezeknek a felismeréseknek, mert azt mutatják, hogy ha áttételesen is, de képesek belátni a hibáikat, és képesek talán azon az úton elindulni, amit a Jobbik már 2 éve javasolt és ajánlott önnek, szerezzék vissza a stratégiai ágazatokat, ne aránytalanul nagy értékek bevonásával, ne titkos záradékokkal és titokszobában megismerhető tényekkel, hanem tisztességes úton, módon, és állítom azt, hogy ez megágyazhat a további rezsicsökkentéseknek, adott esetben mi azt mondjuk, hogy a piaci folyamatok által indokolható módon 30%-os rezsicsökkentés is elképzelhető. Kitartunk emellett, bebizonyítottuk, hogy ez valódi, reális alternatíva. Nyilvánvaló, hogy arra szólítjuk fel önöket, hogy járják ezt az utat. Köszönöm a figyelmet. Elnök úr, tisztelt ház, szeretném kihasználni az alkalmat, ha ekkora elszántság van a helyben ülő kormányzati képviselőkben, és én ezt nagyon értékelem, akkor hassanak oda valahogy a saját felső vezetőik irányába. A pécsi példa egyébként egy a sok közül, azt is meg kéne vizsgálni, hogy kik engedték, kik szabadították Magyarországra ezeknek a befektetőknek nevezett gyarmatosítókat, és azokat, akik gyakorlatilag kifosztották egy pénzszivattyúval ezt az országot. Van ám nekem egy még nagyobb bajom. Ez pedig az, hogy a probléma megoldásához bizony szükség lenne egy olyan privatizációs listára, amely tételesen felvonultatja, hogy ki, mikor, milyen közműcéget, kinek, mennyiért, hány százalékos sikerdíjért és milyen garantált profitot biztosítva játszott át. A problémám az, hogy Magyarország jelenlegi kormánya egy ilyen listát nem készített el, nem tette közzé, és az elszámoltatási folyamatot nem kezdte el. Találtunk egy részleges listát. Kíváncsiak rá, hogy hol? A Világbank egyik ügynök cégének angol nyelvű honlapján mintegy 1000 magyar privatizációs adásvétel szerepel adatokkal, érintettekkel. Önök vannak kormányon, tessék összeszedni magukat, tessék letenni az asztalra egy részletes, mindent átfogó privatizációs listát, tessék elszámoltatásba fogni, és meg lesz a forrás a további állami stratégiai ágazatok visszavételéhez. Köszönöm.